Tragédia rázta meg Túszeget. Álmukban ölte meg a gyilkos az őt otthonukba befogadó férfit és élettársát. A fejüket fejszével és konyhakéssel ütlegelte. A férfi mindezt azért tette, mert az ott lakó nő előző nap felszólította őt, hogy a lakhelyükről költözzön el. A férfi a gyilkosság elkövetését követően a helyszínről ismeretlen helyre távozott. Őt elfogadó parancs alapján tudta csak kézre keríteni a rendőrség. Rokonainál Bugyi településen bujkált. Szörnyű tettéről nem számolt be rokonainak, úgy tartózkodott a házukban. A hozzátartozók sokkot kaptak, miután a rendőrség gyilkosság elkövetésének gyanúja miatt vitte el a házukba befogadott rokont. A tiszasői szomszéd felesége, akinek a férje korábban kimentette a későbbi tószegi gyilkost a tűzből, lesújtva nyilatkozott stábunknak. Hogy várható volt, hogy valamit fog csinálni majd így a lakástűz után, hogy saját magára gyújtotta, mert ugye a nevelt lányát fenyegette vele tulajdonképpen, mert ki akarták innen tenni a házból, és azért gyújtotta föl, ide akarta csalogatni előtte, mert küldött neki egy SMS-t, hogy jöjjön és nézze meg, hogy milyen a ház, és akkor fölgyújtotta, betette a palackot, levágta a tűzhelyről, betette a tűzre, és ugye fel is robbant. Ezt a száraz gajat égeti, azt gondoltuk, és még át is kiabáltam neki, hogy szólhattál volna, hogy füstölsz, hogy becsukjuk az ablakot, mert ugye hát minden nyitva volt, és a füst meg felénk jött, aztán a férjem meg átnézett, és látta, hogy hát nem itt az udvaron éget, hanem a tetőből jön kifelé a füst. És akkor kiabált nekem, hogy hívjam a tűzoltókat, mert felgyújtotta a házat. És a férjem az hozta a slagot, ő elkezdte oltani a tüzet, mi meg ugye hívtam a segélyhívót, és ahogy a segélyhívóval beszéltem, hogy ők is kérdezgették, hogy van-e villany, víz, áram, akármi, autó. Mondtam, hogy nincs, esetleg palackos gáz, és abba a pillanatban robbant föl. De mondtam, hogy nem lehet benne sok, mert ugye hát nem volt pénze tulajdonképpen, mert amit keresett a kislány, azt elitta mindjárt, és hogy nem lehetett benne sok, hát az volt a szerencsénk. Meg hogy rossz a ház, már amúgy is, és ugye nem egy nagy zárt térbe robbant föl. A helyiek is sokkolódtak az eset kapcsán. Én megmondom őszintén, nem akartam elhinni. Én annyira csalódtam benne, mert hogy éveken keresztül is tápoltuk. Segítettük, támogattuk, ajnároztuk. És ez a hála, nem tudok mit mondani. Fölmegy a pumpám, ki vagyok idegileg, mert egy gusztustalan ember, meg ugye a kislányt is bántotta, tehát ez. Nem akartam elhinni, ez annyira hihetetlen volt nekem, hogy még most se ocsúdok föl, de nem szeretnék vele találkozni, mert én fú, de neki mennék. Én nem, én örülök, hogy innen elment, és nem is jöhet ide vissza, mert egy aljas. Nem tudok szavakat mondani. Nem tudok. Annyira lesokkolt, hogy ilyen ember létezik, és itt volt a közelünkbe, akit is tápoltunk, babusgattuk, szóval nem. Egyszerűen nem tudok napirendet írni.